Szevasztok, dicsértessék, üdvözlünk titeket újra itt a 777 videoblogja, és jelentkezünk most kivételesen nem három kérdéssel, hanem egy kérdésfüzért hoztunk nektek, mert az egyik kérdezünk a nagybőjtel kapcsolatban tett föl néhány kérdést, és akkor most arra gondoltunk, hogy ilyen külön kiadásként egybe válaszolunk a bőjtel kapcsolatos kérdéseire. Miért bőjtölünk, hogyan bőjtölünk, mik az előírások, milyennek az értelme, miért van erre egyáltalán szükség? Az élettanító mesterei így nyilatkoznak a bőjtel kapcsolatban. A szerzetes napjában egyszer étkezik. A testi ember napjában kétszer étkezik. És aki napjában háromszor étkezik, az az állat. Azért ezzel így nem tudunk egyetérteni, de lényeg, ami lényeg, hogy a bőjt hozzátartozik az életünkhöz, a vallásos életünkhöz. Az összes nagy világvallásban jelen van a bőjt gyakorlata. Megerősít téged, erőssé válsz a vágyaiddal, a kísértéseiddel szemben, megtanulod azt, hogy nem kell mindig mindent azonnal kiélni. Nyilván a bőjt az nem öncélú, tehát nem fogyókúráról van szó, hanem azért bőjtölök, hogy jobban figyeljek az Istenre, több időt szánjak az imádságra, jobban odaforduljak. Ha olvasod a Szentírást, az Ószövetségtől elkezdve Mózes bőjtöl, mielőtt megkapja a 10 parancsolatot, Dániel próféta bőjtöl, mielőtt megfejti a királyálmát, de akár Jézus maga is 40 napig bőjtöl, mielőtt elkezdi a nyilvános működését, és ugyanígy bőjtöl Keresztelő János, és még mondhatnánk tovább, Jézus maga is buzdít a bőjtre, és a legerősebb pillanat az, amikor elviszi egy apuka az ördöngös gyermekét az apostolokhoz, hogy üzzék ki belőle az ördögöt, és nem tudják. Majd Jézus oda megy, kiűzi, és utána az apostolok megkérdezik, hogy nekünk ez miért nem sikerült. És erre Márk 9:29-ben azt mondja Jézus, hogy ez a fajta nem megy ki másképp, csak imádság és bőjt által. Tehát a bőjt megtisztít téged, a bőjt megerősít téged, a bőjt segítség a szellemi harcban, a kísértések elleni harcban, csak ajánlani tudom én is. Az ókeresztények alapvetően szerdán és pénteken bőjtöltek, Jézus szenvedésének mozzanataihoz kapcsolták a bőjtöt. Ma az egyház azt tartja, hogy évente két szigorú bőjti nap van, ez a hamvazó szerda és a nagypéntek. Ezen a két napon egyszer étkezzél bőségesen, plusz kétszer vehetsz magadhoz valamilyen ételt, ezeken a napokon ne egyél húst, és szintén a nagybőjt péntekein tartózkodj a hústól, tartja a katolikus előírás. Az év más péntekein pedig tarts bűnbánati napot, imádkozz többet, tegyél valami jót, vagy akkor is tartózkodhatsz a húshevéstől. Kérdezünk még azt is feltette kérdésként, hogy mi a következménye, ha megszegem. Megmondom őszintén, nem szeretem az ilyen típusú kérdéseket, mi a következménye, most nem fog jönni a villám az égből, így... Nem bőjtölök. Nem fog ilyesmi történni. Igazából saját magad miatt fontos a bőjtölés, saját magaddal szúrsz ki, ha szabad így mondanom, hogyha nem bőjtölsz. Én nagyon buzdítalak a bőjtsen, megerősíti az imádságodat, megerősíti a lelkedet, megtisztítja a lelkedet. Csak jól jöhetsz ki belőle, úgyhogy bőjtöljetek. Ennyi fért ma a bőjti különkiadásunkba. Nagy bőjt van, bőjtöljetek, imádkozzatok, és lájkoljatok minket. Sziasztok! One way, Jesus. The only